A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Vendégem Szibert Gergely, akit mindenidáig úgy mutattunk be, hogy megyei főállatorvos, aztán volt a Fejér megyei kormányhivatal élelmiszerbiztonság és földművelésügyi főosztályának vezetője, illetve a Fejér megyei kormányhivatal élelmiszerláncbiztonság és állategészségügyi igazgatóságának igazgatója, illetve természetesen a Magyar Állatorvosok Világszervezetének elnöke. Most azonban azt a Szibert Gergelyt köszönhetem nagy tisztelettel itt, aki a világszervezeti elnökségét ugye megtartottad, és mellette pedig az Állatorvosi Egyetem tangazdaságának igazgatója vagy tanszékvezető rangban, beosztásban. Tisztelettel köszöntelek. Én is tisztelettel köszöntöm Önt is, illetve a nézőket is. No, hát természetesen ellátogatunk Dóra Majorba. Előtte azonban egy kicsit beszélgessünk a váltás okáról, hiszen gyakorta láthattuk vendégül, amikor hiszen Fejér megyében, itt a Mezőföldön falsős kérdés az állategészségügy. A lakhelyem továbbra is Székesfehérvár, kicsit arrébb végzem a munkahelyemet, egy kicsit arrébb helyeztem, de ugyanúgy székesfehérváriként, Fejér megyeiként élem a mindennapjaimat. Azt megkérdezhetem, hogy miért ez a váltás? Azt kell tudni, hogy ugye valamennyi Magyarországon ténykedő állatorvosnak egy alma mátere van, az Állatorvostudományi Egyetem, és az Állatorvostudományi Egyetem rektorától nyáron jött a felkérés, hogy szeretné, hogyha a tangazdaságát, az Állatorvostudományi Egyetem tangazdaságát kihelyezett tanszékét én vezetném, és hát ezt a megtisztelő felkérést fogadtam el. Ugye Sótonyi Lászlónak nem lehet nemet mondani. Péter, igen, Sótonyi Péter. Péternek elég erős szuggesztív hatása van, és igen, vele nagyon jó együtt dolgozni. No, tehát ahogy mondtam, ellátogatunk a tangazdaságba virtuálisan természetesen, ugyanakkor az Állatorvosok Világszervezete azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos, hiszen az egész világra úgy tetszik kiterjedő missziót végeznek, és azt gondolom, hogy a magyar állatorvosoknak ez a szervezete, ez a megalakulása óta nagyon sokat tesz azért, hogy elismerés övezze ezt a munkát. Így van, hát ugye a Kárpát-medence magyar állatorvosainak szervezete vagyunk, 5 olyan régiónk van, amely bekapcsolódik ebbe a munkába, és minden évben legalább egy, de lehetőleg 2 alkalommal konferenciát szervezünk valahol a Kárpát-medencébe. 2022-ben ez Csíkszeredán volt. Én azt gondolom, hogy mivel 1997-ben alakult a szervezet, tehát ez egy ünnepi alkalom volt a 2022-es év, a megalakulásunk 25. évfordulója. Azt gondolom, hogy talán a legautentikusabb helyen sikerült ezt a konferenciát, összejövetelt megszerveznünk. Olyannyira, hogy maga a plenáris napunk az a csíkszeredai játékszínben volt, tehát egy színházban. A helynek a környezete, a színház környezete és a színház maga is nagyon felemelő volt, és utána pedig még aznap a csíksomlyói kegytemplomba egy orgonakoncerten vehettek részt az ide látogatók. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sikeres volt a konferencia, mert több mint 380-an voltunk. Ez a mi szervezetünk életében azért egy komoly nagy konferenciának számít, és mivel ez tulajdonképpen az egyik legtávolabbi pontja, ha Magyarországról nézzük
a mi területünknek, és ide is eljöttek ilyen sokan, és ami még nagyon jó volt, hogy majd 100 diák is részt vett ezen a konferencián, tehát megvan a Magyar Állatorvosok Világszervezetének utánpótlása is. Igen, hát nyilván szakmai szempontból is fontos volt a 400-as évfordulón túl ez. Melyek voltak a fő témakörök, amelynek mentén tárgyaltak és megbeszélték a dolgokat? Így van, hát ugye egyik missziónk is, hogy a Kárpát-medencét érintő határokat nem ismerő betegségeket tárgyaljuk meg. Így ebben az évben a plenáris napunknak egy fontos része volt a madárinfluenza a különböző régiókban címmel. Itt volt egy felvezető előadás, amelyet az országos járvány, a Magyarországi Országos Járványügyi Központ vezetője tartott, és utána az erdélyi vagy romániai régiónk, a szlovákiai régiónk és a szerbiai régiónk képviselői is a saját maguk tapasztalatát hozzátéve mondhatnám, hogy egy virtuális kerekasztal köré ülve, bár egymás után voltak az előadások, tárgyalhatták meg ezt a fontos Kárpát-medencét súlyosan érintő megbetegedést. Így van, annál is inkább, ugye ezt a Székelyföld szívéről beszélünk, ahol az állattenyésztés egészen magas szintű, és korán sem mindegy, hogy az állatbetegségeket miként tudják megelőzni, illetve később gyógyítani, ha erre van szükség. És hát a Covid, a koronavírus járványokán ugye az elmúlt időszakban erre nem volt mód. Igen, bár azt hozzá kell tennem, hogy mi nekünk sikerült 2021-ben is konferenciát szerveznünk, akkor Szlovákiában, Pozsony mellett, és annak az volt az egyik érdekessége, hogyha már így a Covid-ra rácsatlakozok, hogy egyrészt nagyon nehéz volt megszervezni a konferenciát, rengeteg óvintézkedést kellett tennünk, de az emberek, a tagjaink ki voltak éhezve a találkozásra. Rengeteg nagymúltú szervezet lemondta a konferenciáit, mi mégis meg tudtuk tartani, és mindig szoktunk hívni egy nem szakmabeli, de a szakmánkhoz valamilyen módon kapcsolódó előadót, és abban az évben, 2021-ben Szlávik János, azt gondolom, hogy mindenki által ismert humángyógyász főorvos úr volt a vendégünk, aki épp a magyarországi Covid helyzetről számolt be, illetve a Covid tapasztalatairól. No, tehát sikeres volt ez a kongresszus, ez a találkozó, mint mindig, teszem hozzá. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy mi történik itthon. És akkor most menjünk el a vecsési járásba Üllőre, és nézzük meg a Dóra Majorban, mi minden történik. Ugye az emberek többsége egy tangazdaság kapcsán nem igazán tudja, hogy, illetve hát ugye egy speciális helyzet nyilvánvaló, viszont az Állatorvosi Egyetem tangazdasága az különbözik mindentől, mondom én, hiszen a mezőgazdaság teljes vertikuma megtalálható ebben a tangazdaságban, az állattenyésztés, növény és takarmánytermesztés, és ráadásul ugye gyakorlati lehetőséget biztosít a magyar és a külföldi Állatorvosi Egyetemre járó fiatalok számára. Hogy fogott munkához? Hát az eddigi munkámtól ez azért eléggé eltérő feladatot kaptam rektor úrtól. Ahogy ön is említette, a mezőgazdaság vagy az agrárium szinte teljes vertikumát magába foglalja ez a major, illetve a majorhoz tartozó földek, mert nagyjából a tangazdaság 1000 hektár termőterületen gazdálkodik. Ennek egy jó része értelemszerűen szántóföld, de legelők, kaszálók, erdő, és hát a majornak a területe is ehhez tartozik. Tehát van egy növénytermesztési rész, ahol megtermeljük azt a takarmánymennyiséget, amelyet az állatoknak oda kell, hogy tudjunk adni, illetve a felesleget pedig értékesítjük. De a tangazdaság legfontosabb feladata, hogy szervesen bekapcsolódjon az Állatorvostudományi Egyetem oktatási
struktúrájába, és ennek megfelelően első, másod és harmad éven a különböző állattartási technológiákat tanulhatják meg nálunk a hallgatók. Heti rendszerességgel egy hetet töltenek, mindenkinek egy hetet kell ott tölteni, a három évfolyamról 10-12 hallgató, tehát összesen 30-36 fő van ott egy hétig. A különböző évfolyamok különböző állatfajokkal találkoznak. Az őszi szemeszterben az első évfolyamosok a lótartással találkozhattak, a második évfolyamosok a sertéstartással, még a harmadik folyamosok a baromfi tartással ismerkedhettek, és emellett fakultatív jelleggel a nálunk tanuló angol nyelven tanuló külföldi hallgatóknak is lehetőségük van részt venni a major életébe, ők pedig a juhászatban voltak. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy folyamatosan több oktatóval az állattartásnak a csínyát, bínyát kellett megtanulniuk a hallgatóknak. Ez azért is alakult ki, mert a rektor úr szokta ezt mondani, és azt gondolom, hogy talán ennyit elárulhatok, mégse vádolnak majd a plágium vádjával. Ő szokta mondani, hogy egyszer egy anatómus, ugye a rektor úrról tudni kell, hogy ő anatómus, és egy anatómia előadáson kérdezte meg egy hallgatótól, hogy mégis mit gondol, mennyit iszik egy ló, és amikor ő azt mondta, hogy 5 litert, akkor jött a döbbenet, hogy lehet, hogy a hozzánk jelentkező hallgatók nincsenek is mindig tisztában azzal, hogy miről is szól az állattartás. Tehát itt nem állatorvosi beavatkozásokat találkoznak főleg, bár természetesen ebben is részt vesznek a hallgatók, hanem az állattartással kell megismerkedniük, etetniük kell, itatniuk kell, a takarmánykeverésben részt vesznek, a lovaknak, például az első évfolyamos hallgatók a lovaknak a felszerszámozásába, a lovaknak a befogásába vesznek részt, és emellett megtanulnak lovagolni, meg például megtanulnak fogatot hajtani is. Én gondolom, hogy vezetőként bizonyos értelemben meg annyi elismerés érte, ez viszont mindenképpen a szakmai presztízsét is növelte, hiszen ez, ahogy itt erről beszéltünk, nem csak a magyar, hanem a külföldiek okán is egy szintlépés, mondom én. Tehát egy következő lépcső, hogy az állatorvoslás teljes spektrumát megismerhessék a fiatalok is. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lépés az én életemben is, természetesen, mert ahogy az ember idősödik, úgy egyre nagyobb az a szerepe is, hogy az általa megszerzett tudást átadja, és ennek a legszebb és legjobb szintere, hogyha ezt az Állatorvostudományi Egyetemen teszi meg. Hadd idézem Sótonyi Pétert, azt mondta, hogy nálunk a tanuló nem egy Neptunkód, és ehhez hozzátette, hogy rektorként igyekszik odafigyelni a személyes problémákra is. Tehát itt a fontos a sokszínűség és a szakmaiság? Azt gondolom, hogy egyértelműen az Állatorvostudományi Egyetem példát mutat, és példát mutathat valamennyi magyarországi egyetemnek, hogy érezze jól magát a hallgató, amellett, hogy egy nagyon szigorú követelményrendszernek kell megfelelnie, mert azt tudni kell, hogy az Állatorvostudományi Egyetemen az szinte a legmagasabb a felvételi pontszám, és a vizsgák is a legkeményebbek közé tartoznak, de emellett maga a kampusz, tehát az István utcai kampusz is egy ékszerdoboz, én azt gondolom, hogy ott a 7. kerületben, de a Dóra Major ehhez bár 35 km távolságba, de szervesen kapcsolódik, és ide a diákok szívesen jönnek. Lehetőségük van az oktatási időszakon kívül is meglátogatni ezt a területet, és most van például fejlesztés alatt egy 40 fős panzió, szálloda, akárhogy is nevezhetjük, egy olyan terület, ahol a hallgatók kétágyas szobákba lesznek elhelyezve, és még színvonalasabb módon tudják eltölteni a gyakorlati
időszakukat. Tehát azt tudjuk, hogy Európában ott van dobogó közelben az Állatorvosi Egyetem. Jelenleg ugye 1800 fiatal tanul az egyetemen, és a világ 60, nehéz kimondani és elképzelni, 62 országból nagyon sok külföldi fiatal választja ezt a képzést. Ebből a szempontból megerősítést jelent önnek, hogy Sótonyi Péter választáson esett? Hát nekem ez nagyon megtisztelő volt, hogy felkért erre, és remélem, hogy a jövőben is elégedett lesz a munkámmal. Hogy telnek a mindennapok egy ilyen helyen? Megmutatni sajnos nem tudjuk, de érdeklődéssel várjuk. Mivel minden a hallgatók körül forog, akik hétfő reggel érkeznek Budapestről, az egyetem buszával történik a kiszállításuk, ott fogadjuk őket Dóra Majorba, megtörténik az elhelyezésük, ahogy mondtam, 3 évfolyam jelenik meg, 3 különböző helyen vannak elszállásolva, de minden évfolyam egy területen van, így azt gondolom, hogy a barátságok azok mélyíthetők, és mindenki jól érzi magát. Ilyenkor van egy hétfői napon ugye egy balesetvédelmi oktatás, mert azért rengeteg hibát is el lehet követni így az állattartás folyamán, és a minden évfolyam az évfolyam felelőssel elmegy ahhoz az állatfajhoz, amivel foglalkozni fog. Természetesen nekem ezt a munkát kell irányítanom, és emellett folyamatosan tartom a kapcsolatot a mezőgazdaság egyéb dolgozóival, mert ugye, ahogy mondtam, növénytermesztés is tartozik hozzánk, tehát a talajművelés vetéstől egészen a betakarításig folyamatos napi kapcsolatba kell, hogy legyek a növénytermesztéssel. Tehát is. Tehát egy nagy birtokos tulajdonképpen az igazgató mindenképpen ebben a szempontból. Hát mondjuk úgy, hogy inkább a birtokot igazgató személy. Nagyon fontos, amiről az imént beszéltünk, hogy a külföldi diákok is előszeretettel választják a Budapesti Állatorvosi Egyetemet. Ugyanakkor milyen jövőképe van az egyetemnek? Hiszen nyilvánvaló ez egy lépcső ahhoz, ami folyamatosan még fejleszthető. Így van, folyamatosan magasabb és magasabb szintekre lép az egyetem, különböző akkreditációs folyamatokban is részt vesz, így az Európai Uniós akkreditációba, és majd később az amerikai akkreditációba is, amely hozzásegíti ahhoz, hogy az itt megszerzett diploma a világ minden táján elfogadott legyen, mert megfelelőnek megfelelő, de az elfogadottsághoz kell az akkreditáció. Nyilvánvaló, és ugye korán sem véletlen, hogy ennyi külföldi országból érkeznek fiatalok, ami azt is jelenti, hogy nyilván van egy határ, hiszen sok mindenkit nem lehet felvenni. Ugye beszéltünk róla, hogy a Magyarországon az orvosegyetem mellett talán a legmagasabb a pontszám, amellyel be lehet jutni az állatorvosi egyetemre. Viszont van önköltséges lehetőség is, ami nagyon-nagyon drága. Ennek kapcsán olvastam és üdvözöltem azt a döntést, hogy van egy ilyen, hogy Marek József ösztöndíj, amelynek segítségével, akik nem tudják ezt a képzést megfizetni, és tanulhatnak. Ez egy újabb fontos lépés. Ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, ugyanis a Magyarországon a haszonállat praxisban, illetve a hatósági élelmiszerlánc biztonsági területen dolgozó állatorvosok száma kevés, illetve csökken, és ugye az Állatorvosi Egyetem is a modellváltás egyik élenjárója, ahol szinte a lehető legjobban sikerült modellváltást tapasztalhatja meg mindenki, alapítványi irányítás alatt működik, és az alapítványnak lehetősége volt támogatni azokat a diákokat, akik bár nem érik el ezt a nagyon magas pontszámot, szintén nagyon magas pontszámot érnek el, de nem érik el azt a belépési küszöböt, és választják azt, hogy a végzés után vagy a nagyállatpraxisban, vidéken,
vagy az állami szférában, az élelmiszerlánc biztonsági, hatósági szférában helyezkednek el. Őket a Marek József alapítvány támogatja az úgynevezett Marek ösztöndíjjal, és a képzésüket mind a 11 fél évre biztosítja. És ezzel én azt gondolom, hogy nagyon nagy szolgálatot tesz az alapítvány a magyar gazdaságnak is, mert az itt végzett állatorvosok biztos, hogy az élelmiszerláncban fognak elhelyezkedni. Most hát ez egy kivételesen jó út, és egy fantasztikus jövőkép, azt mondom, a fiataloknak és általában az állatorvoslásnak is. Egyéb iránt hol tart a magyar állatorvoslás, ha kitekintünk a világban? Hát én azt gondolom, ugye a Magyar Állatorvosok Világszervezetének elnökeként is van rálátásom a különböző országok állatorvosi egyetemeire, illetve az ott dolgozó magyar állatorvosokra, hogy a magyar állatorvosi diploma az mindenhol megállja a helyét, sőt az ember vagy a hallgatói alapanyagunk az nagyon magas szintű, és ehhez még hozzájön a magas szintű oktatás, tehát az a diploma, amit a Budapesti Állatorvosi Egyetemen kap meg a diák, az a világ valamennyi országába predesztinálja őt, hogy egy jó állatorvos válik belőle. Nos, hát én búcsúzóul nem tudok mást kívánni önnek, önöknek, és természetesen az állatorvos és egyetem hallgatóinak is, hogy tovább ezen az úton. Nagyon köszönjük szépen. És szép napokat. Köszönöm, hogy megtisztelt. Kedves nézőink, a Agrárinfót látták. Vendégem Szibert Gergely volt, az Állatorvosi Egyetem tangazdaságának igazgatója, tanszékvezető. Köszönöm szépen a figyelmüket. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.